megjelente. Tisztelettel köszöntöm Önöket Bükkváros Önkormányzat képviselőtestületének alakuló ülésén 2014. október 27-én. Tehát a 2014. október 12-i helyhatósági választások eredményeként kialakult képviselőkre jogosult személyeknek az első ülésén a képviselőknek. Köszöntöm a képviselőtestületnek a tagjait, akik most képviselőtestület formában meg fognak alakulni. Köszöntöm a leendő bizottsági tagokat, az önkormányzat dolgozóit, kedves megjelent vendégeket. Az eddigiektől eltérően, tehát az önkormányzati törvény változása miatt most az ülést az nem a korelnök vezeti, hanem a polgármester, és ennek megfelelően a forgatókönyv így alakul. Kérem, hogy az ünnepségünk elején, az alakuló képviselőtestület ülés elején énekeljük el közösen a gondoszt. Szanyi Krisztián, Fidesz, kereszténydemokrata, néppárt, és Taródi Lajos, független. Polgármester jelöltek, Németh Sándor, független, Póca Csaba, Fidesz, kereszténydemokrata, néppárt. A választás napján a választás tisztaságát befolyásoló cselekmény
nem történt, helyi választási bizottsághoz és a helyi választási irodához bejelentés nem érkezett. A 2868 névjegyzékbe vett választópolgár közül 1635 járult az urnához, és 1602 érvényes szavazatot adott le a települési önkormányzat képviselő jelöltjeire, és 1614 érvényes szavazatot a polgármester jelöltekre. A helyi választási bizottság határozatával megállapította, hogy a 6 legtöbbet kapott szavazatot elért képviselőjelölt került megválasztásra. Név szerint Baranyai Róbert 1007 érvényes szavazattal, Tarongyi Lajos 833 érvényes szavazattal, Németh Viola, Violetta Mária 775 érvényes szavazattal, Gici Nikoletta Zsuzsanna 587 érvényes szavazattal, Pulsza Csaba 522 érvényes szavazattal, Patyi Sándor 512 érvényes szavazattal. A polgármester jelöltek közül Németh Sándor nyerte el a legtöbb érvényes szavazatot, szám szerint 1076-ot, Pulsza Csaba 538 szavazatot kapott. A szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság határozatai ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett. A választási eljárásról szól 2011 évi 36-os törvény 206-os paragrafusa alapján a helyi választási bizottság kiadja az illetékességi körébe tartozó képviselőknek és polgármesternek a megbízó levelet a választás eredményének jogerőssé válását követő 3 napon belül. Ennek alapján 2014. október 17-én a képviselők részére a megbízó levél átadásra került. A magyar helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi 189-es törvény szerint az önkormányzati képviselő és képviselőtestület alakuló ülésén a törvényben meghatározott szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. Ezután kérem a képviselőket, mondják utána az esküt szövegét. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Települési önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat BÜK fejlődésének előmozdítására érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Meggyőződés szerint Isten engem úgy segít. Isten engem úgy segít. Köszönöm szépen. Ezután a Magyarország helyi önkormányzati választásáról szóló 2011 évi 189-es törvény szerint a polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselőtestület előtt, és erről okmányt ír alá. Kérem a polgármester urat, mondja utána az eskü szövegét. Én Németh Sándor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. BÜK fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen.
Köszönöm szépen. Nagy részének bizalmát élvezik. Ez a bizalom kötelez, hogy a legjobb tudásuk és legtöbbüknél az eddig felhalmozott tapasztalatunknak legjobbát nyújtsák városunk és polgáraink javára. 4 évvel ezelőtt is azt kértem, hogy szerényen, összefogva, megfelelő alázattal végezzék az önökre rábízott és önként vállalt feladatokat. Ehhez kívánok sok kitartást, erőt és egészséget. Kedves megjelentek, akkor most kezdődne igazából az alakuló ülés, amely egy képviselőtestületi ülés egyúttal. Ennek megfelelően napirendek, illetve annak a formái részeit be kell ebben az esetben is tartani. A jegyzőkönyv vezetője Szabó András a jegyző úr, és a jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Vici Nikolett és Tanulmányos képviselőtársaimat, elfogadják a jelölést. Van-e más? Kérem, szavazzunk róluk. Igen. Köszönöm, egyhangú szavazás volt, tehát az ülés jegyzőkönyv hitelesítője Gici Nikolett és Talódi Lajos. A napirendre a következő javaslatot tenném. Először első napirendi pontként a szervezeti és működési szabályzat módosítása kerülne napirendre, utána a polgármester illetményének és költségtérítésének a megállapítása, aztán az alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása, majd utolsó napirendi pontként a bizottság tagjainak megválasztása szerepel a mai ülés napirendjén. Ha nincs más napirendi javaslat, ez egyébként a kiküldött anyagban is így szerepel, kérem szavazzunk az ülésnek a napirendjéről. Aki egyetért vele, kérem jelezze kézfeltartással. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egyhangulag elfogadta az ülés napirendjét. Első napirendi pontként a szervezeti és működési szabályzat módosítása következik. Előterjesztő dr. Tóth Ágnes jegyzőt parancsol. Tisztelt képviselőtestület, Fővárosi Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatát 13/2006. október 31-i önkormányzati rendelet tartalmazza. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvénynek több bekezdése hatályba lépett 2014. október 12-dik napján az önkormányzati választások napján, illetve a polgármester úr javaslata alapján módosulna az önkormányzatban eddig megállapításra került bizottsági struktúra. Ezeket a módosításokat a szervezeti működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeleten átvezettük, és ezért arra teszek javaslatot, hogy a most délelőtt a képviselőtestület részére megküldött rendelettervezetet széleskedjenek elfogadni. A szervezeti működési szabályzat értelmében így 3 bizottság működne városban. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Kulturális Oktatási és Sportbizottság mellett a Pénzügyi és a Korábbi Településfejlesztési Bizottság helyett Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság működne szintű 5 fővel. Ez az igazán lényeges módosítás, amit az önkormányzati rendelet tartalmaz. A rendelet elfogadását követően hatályba is lépne, ezért kérem polgármester urat, hogy egy 2 perces szünetet szíveskedjen elrendelni, amikor a rendelet kihirdetése kerül majd elfogadása esetén. Köszönöm szépen nekem ennyi szóbeli kiegészítését. Köszönjük szépen az előterjesztést, van a képviselőtestület részéről esetleg javaslat, érdemi hozzászólás. Ha nincs, akkor a szervezeti és működési szabályzat úgy módosulna, szükséges jogszabály változások
átvezetése kerültek, illetve emellett, ahogy Erzsi asszony mondta, a leglényegesebb változás az, hogy a pénzügyi és a településfejlesztési bizottság az későbbiekben tulajdonképpen egy bizottságként működik. Az indoklás az tulajdonképpen az, hogy a pénzügyi, illetve a településfejlesztési és regionális bizottság az sokszor egy időben ülésezett. Így célszerűnek tűnt, hogy áttekinthető bizottsági struktúrát hozzunk létre, úgyhogy a kettőt összevonjuk. Pénzügyi bizottságnak kötelező lenni, illetve a fürdővárosi jellegből adódóan nyilván a turisztikát is szerepeltetjük a bizottság nevében, tehát ezért ebben hangsúlyos szerepet kapott. Kérem, hogy ennek megfelelően, hogyha a képviselőtestület el tudja fogadni a szervezet és működési szabályzat ismertetett és kiküldött módosítását, kérem készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangra elfogadta a szervezeti működési szabályzat előterjesztés szerinti módosítását, és akkor 2 perc szünet a kihirdetésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont a polgármester illetményének és költség általányának megállapítása. Előterjesztő dr. Tóth Ágnes jegyző parancsolja. Tisztelt képviselőtestület, a polgármester illetményének és költség általányának megállapítása korábbi szabályok szerint a pénzügyi bizottság kap rá javaslatot, mivel a vonatkozó jogszabály értelmében túlig keret között a képviselőtestületnek volt egy megállapítási lehetősége. Jelenleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 71-es szakasz 6 és első bekezdése értelmében az önkormányzat képviselőtestülete ugyan megállapítja a polgármester életményét, de ez gyakorlatilag a törvényben meghatározott fix összegű. Jelen szabály szerint a polgármester illetménye a helyettes államtitkár illetményéhez viszonyítva annak 60%-a az 1501 és 10.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetén. Emellett még költségtérítésre is jogosul, amely illetményének 15%-ában meghatározott összeg, tehát itt sincs mérlegelési jogköre az önkormányzat képviselőtestületének. A helyettes államtitkár jogszabály szerint számított illetménye 747.878 forint, ennek 60%-a 448.727 forint. A költségtérítés ennek 15%-a 67.309 forint, természetesen ezek az összegek bruttóak, úgyhogy kérem a tisztelt képviselőtestületét, hogy a képviselőtestületet, hogy a polgármester havi illetményét bruttó 448.727 forintban, havi költségtérítését pedig bruttó 67.309 forintban szíveskedjék megállapítani. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az előterjesztést! Én akkor arra kérem a képviselőtestületet, hogyha elfogadja a jegyzőasszony által elmondottakat a havi illetményre, ami bruttó 448.727 forint, illetve a költségtérítés, ami 67.309 forint, kérem készfeltartásra jelezze. Igen, én pedig tartózkodom, tehát 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont az alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása. Tisztelt megjelentek, tisztelt képviselőtestület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. paragrafus első bekezdése szerint a képviselőtestület a polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármester köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló vagy az azt követő ülésen, és ahogy eddigekben is szokás volt, Bükk városában most is egy fő társadalmi megbízatású
alpolgármester személyére tennénk javaslatot, illetve ő kerülne elfogadásra. Hogy a Magyarországi Önkormányzatairól szóló törvényben szerepel, a polgármester javaslatára képviselőtestet dönt a személyéről. Én a polgármester személyre Baranyi Róbert urat szeretném felkérni, megkérni, hiszen a korábbiakban is ő látta el, azt gondolom, lelkiismeretesen, becsületesen is megfelelően az alpolgármesteri tevékenységét. Ezt egyébként a szavazatokban is megjelent, hiszen iratlan szabály ugyan, de a legtöbb szavazatot kapott képviselőjelöltet szokták. Tehát minden tulajdonképpen emellett szól. Én megkérdezném az alpolgármester személyre vonatkozó javaslatomnál Baranyai Róbertot, hogy elfogadja a jelölést. Köszönöm, tisztelettel elfogadom. Köszönöm, és hozzájárul a nyílt ülés tartásához. Köszönöm szépen. Most milyen titkos szavazás van? Egy választási bizottságot kell most kialakítanunk. Három főből felkérném Patyi Sándor képviselő urat, Vici Nikolett a képviselőasszonyt és Tarodi Lajos képviselő urat, hogy egy választási bizottságot alakítson, elfogadják-e? Igen. Köszönöm, szavazzunk róluk, kérem. Egy hang, köszönöm szépen. Ennek megfelelően elnök úrnak pedig Tarodi Lajost kérném meg, hogy a szavazatszámlást ellenőrizze, és akkor a titkos szavazás lebonyolítására ez a három tagú szavazatszámláló bizottság fogja lebonyolítani. A titkos szavazás szavazólappal történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a hivatal biztosítja. A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét, és a szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselőtestületnek jelentést tesz. Én kérem, hogy ez alapján a szavazat számára a bizottság, illetve a jegyzőasszony segítségét, hogy a szavazást az alpolgármester személyről bonyolítsa le. Köszönöm. Akkor egy 5 perc szünetet kérnek, köszönöm. Akkor egy kis türelmet kérek szépen, figyelmet. Tehát akkor az én feladatom az, hogy jelentsem, hogy a titkos szavazásnak miatt az eredménye. A bizottság tagjai a szavazatszámlálás során a következőket állapította meg. 6 érvényes és 1 érvénytelen szavazat érkezett. Ennek alapján a bizottság a következő határozatot hozta. Az 1/2014 határozat alapján Bükkváros önkormányzatának az alpolgármester megválasztásához létrehozott szavazatszámláló bizottság megalapítja, hogy a leadott érvényes szavazatok alapján a legtöbb szavazatot Baranyai Róbert kapta. Felhatalmazza az elnököt, hogy a bizottság döntéséről tárgyalja a képviselőtestület, ez most megtörtént. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, tehát a testületben az alpolgármesteri feladatokat Baranyai Róbert fogja ellátni. Az alpolgármester úrnak. Én kérném, és hogy a jelölést annak előtte elfogadta, én kérném, hogy az első okmány szövegét mondja utána most egy adott esküjét. Határozattal megállapítottuk, hogy megválasztottuk. Köszönöm. Az eskü tehát én. Én Baranyai Róbert. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Bükk fejlődésének előmozdítása érdekében. Bükk fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, gratulálok a alpolgármesteri töltőre. Köszönöm szépen, kérjük az eskülőkben aláírását. Thank you.
része a napi rendi pontunknak, az a javaslat az alpolgármester úr tiszteletdíjára. Ez nyilvános ülésen és egyszerű többségű döntést igényel. Tisztelt megjelentek, tisztelt képviselőtestület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. paragrafus második bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 224.363 forint lenne, amelynek 70-90% között kell összegszerűen megállapítani az alpolgármester tiszteletdíját, tehát 157.054 és 201.927 forint közötti összeg lehetséges. Ennek a 15%-a költségtérítésként megilleti tovább az alpolgármester. Ennek figyelembevételével a javaslatom az lenne a tisztelt képviselőtestület felé, hogy az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 201.927 forint per hószegben állapítsa meg 2014. október 27. napjától, és ennek figyelembevételével a költségtérítését ugyanettől a naptól bruttó 30.289 forint havi összegben. Van esetleg a képviselőtestettől más javaslat? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, hogyha ezekkel az összegekkel, ezzel a javadalmazással egyetértenek, akkor kérem készfeltartásra jelezzék. Nem, tartózkodás. 6 igen és 1 tartózkodás mellett a határozat elfogadta az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 201.927 forint per hó, a költségtérítése pedig bruttó 30.289 forint per hó. Köszönöm szépen! Következő együtt a utolsó napirendi pont, a bizottság tagjának a megválasztása. Ezzel kapcsolatban annyit elmondanék, hogy mivel a szervezeti és működési szabályzatot az első napirendi pontban módosítottuk, így három bizottság kerül megalakítása, és annyi megkötést tartalmaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, hogy a bizottságukban többségnek kell lenni a képviselő tagoknak, illetve az elnököt is közülük lehet csak választani. Ennek megfelelően a korábbi évek gyakorlatát alkalmaztuk, amikor három képviselő tagot jelölünk egy bizottságba, és kettő külsős tagot hívunk meg. Én a képviselőtestület részére a javaslataimat elküldtem, és ennek megfelelően ezeket terjesztem a tisztelt képviselőtestület elé. A bizottságokon sorrendben megyünk végig, és egyesével kell szavazni a leendő tagokról. Annyit még szeretnék hozzáfűzni, hogy polgármester és alpolgármester nem lehet tagja a bizottságoknak. Ennek megfelelően az öt további képviselő tudja adni a képviselő tagokat a bizottságban, illetve két-két külsős tagot pedig meghívtunk. Ennek megfelelően akkor sorrendben mennénk végig a bizottságokon. Először a pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottságon, és kérdezném akkor a lendő képviselőket, hogy vállalják-e a jelölést, hozzájárulnak-e a nyitülés tartásához, illetve szavazzunk utána róluk. Amit hozzá kell tenni, hogy a bizottság összetételére bármelyik képviselő javaslatot tesz, vagy tehet, ezt természetesen az ülésen most is megteheti, az az én előterjesztésem, hogy ezen kérem, hogy menjünk végig ez alapján. A pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottság tagján, képviselő tagjának egyúttal elnökének Németh Violetta képviselőasszony kérném fel, elvállalja. Igen. Köszönöm szépen, van-e más jelölt? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk a személyről, aki egyetért fel, hogy ő legyen a pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottság elnöke, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás. 6 igen és 1 tartózkodás mellett Németh Violetta lett az elnöke a pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottságnak. További képviselő tagként szeretném felkérni Patyi Sándor képviselő urat, hogy legyen tagja a bizottságnak. Elfogadja? Igen. Köszönöm. Van-e más jelölt? Ha nincs, aki egyetért a személyével, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás. 6 igen és 1 tartózkodás mellett Patyi Sándort beválasztotta a pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottságba. Két további képviselő tagként felkérném Gici Nikoletta képviselőasszonyt, hogy legyen tagja a pénzügyi, turisztikai városfejlesztési bizottságnak. Vállalja? Van-e más jelölt? Nincs, akkor kérem szavazzunk róla, aki egyetért vele, jelezze. Igen, nem, tartózkodás. 6 igen és 1 tartózkodás mellett.
elfogadta. Köszönöm szépen. Külső tagként szeretném felkérni Huziska József urat, hogy legyen a pénzügyi turisztika városfejlesztési bizottság külső tagja, elfogadja. Igen. Köszönöm. Van-e másodőt? Akkor kérem, szavazzunk, aki egyetért a személyével, kérem, jelezze. Igen. Köszönöm, 6 vagy 7 egyhangú igennel, és Pirenberg Andrát kérném meg, elfogadja a jelölést másik külső tagként. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk, aki egyetért vele, jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. Akkor a pénzügyi turisztika és városfejlesztési bizottság következőképpen néz ki. Németh Violetta elnök, Bacsi Sándor, Gici Nikoletta, Ruzicska József és Pirenberg Andrea tagok. A következő bizottság, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság, megkérném Gici Nikoletta képviselőasszonyt, hogy vállalja el a bizottság elnöki szerepét, elfogadja. Köszönöm, van-e más jelölt? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk róla, aki egyetért vele, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, 6 igen és 1 tartózkodás mellett Gici Nikoletta lett az elnök. A következő tagnak Bacsi Sándor képviselőt jelölném, elfogadja a jelölést. Először is szeretném volna cserélni a Pótó Csaba képviselővel, mert én 20 évig a Szociális Egészségügyi Bizottságban voltam, 8 évig, mint elnök, és tehát jobban rálátok a szociális helyzetre, tehát ennyi idő után, és a Csaba meg a Kulturális Sportbizottságban van, ő meg mint tanár, meg iskolai igazgató, tehát jobban a kultúra és a sportbizottság és a oktatási bizottsággal jobban összhangban van, tehát a cserél, mi lenne, ha cserélnénk a két bizottságba? Fölteszem szavazásra. Jó. Tehát akkor a módosító javaslatot fia a Csabát? Hát ő lenne a Kulturális Bizottságban, én meg mennék a Szociális Bizottságban, és tehát jobban tudnánk képviselni. Tehát a város érdekeit jobban tudnánk, meg a lakosság érdekeit jobban tudnánk. Most tettünk esküt, tehát érdemes lenne, ha jobban tudnánk képviselni a lakosságot és jó. A város fejlesztését. Én nekem legalábbis ez a véleményem. Jó. Csaba, elvállod akkor ezt a... Jó. Ja, akkor föltem, akkor ez lenne a módosító javaslat, hogy a Póca Csaba képviselő legyen a Kulturális Oktatási Sportbizottságban. Kérem, erről szavazzunk. Aki ezzel egyetért, hogy Póca Csaba képviselő legyen a Kulturális Oktatási Sportbizottságban, kérem, jelezze. Egy igen, nem. Négy nem, tartózkodás, vagy öt nem. Köszönöm, akkor így nem. Maradna az eredeti javaslat, elfogadod-e a jelölést, így akkor? Más nem tudom. Köszönöm. Bacsi Sándor képviselő urat fölkérném, hogy szavazzunk róla. Aki egyetért vele, kérem, jelezze. Igen, egyhangú, igen, köszönöm. Következő Kulturális Oktatási és Sportbizottságba Taródi Lajos képviselő urat szeretném fölkérni tagként, elfogadja. Ha nincs más erőt, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért vele, kérem, jelezze. Igen, nem, tartózkodás. 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. És külső tagként szintén két embert szeretnék megkérni. Az egyik Baranyai Lajos úr, hogy legyen külső tagja a Kulturális Oktatási és Sportbizottságnak, elfogadja a jelölést. Köszönöm szépen. Kérem, hogyha nincs más jelölt, akkor szavazzunk a személyéről, aki egyetért vele, kérem, jelezze. 7 igen, megállapítom Baranyai Lajos a Kulturális Oktatási és Sportbizottság külső tagja. És Galamb Borsolyát szeretném megkérni, hogy legyen külső tagja Kulturális Oktatási Sportbizottságnak, elfogadja. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Ha nincs más jelölt, akkor kérem, szavazzunk róla, aki elfogadja, jelezze. 7 igen, köszönöm. A Kulturális Oktatási Sportbizottság, tehát a következőképpen néz ki. Gici Nikoletta elnök, Bacsi Sándor, Taródi Lajos, Baranyai Lajos és Galamb Borsolya tagok. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a harmadik, amire szeretném akkor a javaslatomat megtenni. Elnöknek szeretném felkérni Taródi Lajos képviselő urat, elvállalja. Igen. Köszönöm. Van-e más jelölt? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk róla. Igen, nem, tartózkodás, 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta javaslatot Taródi Lajos, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Póca Csaba képviselő urat szeretném felkérni, akkor tagnak, elfogadja. Köszönöm. Kérem, akkor szavazzunk róla. Igen, nem, tartózkodás. 6 igen és 1 tartózkodás mellett Póca Csaba a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. Németh Violettát szeretném megkérni még, hogy legyen tagja képviselőként a bizottságnak, elvállalja. Igen. Köszönöm. Van-e más jelölt? Ha nincs, akkor szavazzunk róla. Igen. 7 egyhangú igen. Köszönöm. És külső tagként szeretném. Tessék? Tartózkodás.
tartozik. Jó, akkor hát igen, csak felemelte a kezét. Tehát nem tudósul magára szavazzon, azt hiszem. Külsős tagként szeretném felkérni Horváth Jenő urat, hogy legyen külsős tagja a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, elfogadja. Köszönöm szépen, kérem szavazzunk róla. Egy hangú, köszönöm szépen, és külsős tagként szeretném még fölkérni Németh Nikaba Ilonát, hogy legyen a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagja, elfogadja. Köszönöm szépen, szavazzunk róla is. Köszönöm szépen, egy hangú, megállapító, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Tarodi Lajos elnök, Póca Csaba, Németh Violetta, Horváth Jenő és Németh Nikaba Ilona összetételében alakult meg és kezdi meg a munkáját. Köszönöm szépen, és ennek megfelelően a bizottságok kijelölésre a tagok megválasztásra kerültek, és ennek megfelelően kérem, hogy a bizottságok külsős tagjai, mivel ők még nem tettek esküt, azt most tegyék meg, kérem álljanak fel és mondják utána az esküdnek a szövegét. Először kérném azt a két embert, aki a pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottságban külsős tag, Spirenberg Andrea és Tudicska Józsefet, hogy ők mondják utána a lesküt szövegét, utána másik két bizottságnak a tagja is tesznek egy-egy esküt. Én Tudicska József. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottsági tisztségemből. Eredő feladataimat bükk fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen az esküt, és most a következő bizottság, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság, Baron Borsa és Baranyi Lajost szeretném kérni, hogy az esküt szövegét mondja utána. Én Baron Borsa. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Kulturális Oktatási és Sportbizottsági tagságból eredő feladataimat. Bükk fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. És a Szociális és Egészségügyi Bizottsági külsős tagságra megválasztott Németh Nikaba Ilonát és Horváth Jenőt szeretném kérni, hogy az esküszövegét mondja utánam. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Szociális és Egészségügyi Bizottsági Tagi Tisztségemből eredő feladataimat. Bükk fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen a külső bizottsági tagoknak is, hogy letették az esküt, és jó munkát kívánok önnek is, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, a megjelenést, és Zsükváros önkormányzatának alakuló ülését további hozzászólás hiányában akkor bezárom. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a
képviselőknek a munkájukat. Tanulgást úgy jelezte, hogy szeretném pár szót mondani. A polgármesterről beszélni a mai alakulást. Én szeretném megköszönni azt a bizalmat egyrészt a Pipi választópolgároknak, másrészt a képviselőtársaimnak, amit a választások alkalmával is, illetve a mai napon irányomban tanúsítottak. Én ennek megfelelően fogom szolgálni ők bővült fejlődését. Köszönöm szépen! Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségüket, támogatásukat, amelyet eddig is megadtak a képviselőtestet, illetve a város fejlődése iránt. Kérem, hogy ezt továbbra is tegyék meg, és közösen tudjuk elmozdítani a város fejlődését. Ez a munkához további segítségükre is szükségünk van, és ennek megfelelően szeretnénk mi is dolgozni. Még egyszer köszönöm szépen a figyelemmel kísérjük a város fejlődését.